És jó estét kívánok Simicskó István államtitkár úrnak. Jó estét kívánok. Államtitkár úr, ugye nem nyúlok nagyon mellé, ha azt gondolom, hogy ez bár Gödöllőn valósul meg, de alapvetően egy egyetemi beruházás. Tehát az egyetemnek készül, a Szent István Egyetem egy 6000 fős nagy egyetem. Ez egy kormányzati beruházás, de így van, az egyetemi épületén, területén belül valósítjuk meg, és természetesen az egyetemi bázison a sportélet nagyon szépen fejleszhető, de hát ez nem csak az egyetemi, hanem nyilván a gödöllői embereké is, iskolásoké, óvodásoké. Ugye van egy kiváló program, ezt elindítottuk, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni, ebben partner az úszószövetség, szeretnénk, hogyha a jövő bajnokai innen is kikerülhetnének majd, sok-sok vagy több hosszú katinkánk lenne, gyúrtadanink lenne, és hát ezt így kell elkezdeni, tehát építkezni kell. A kormányzat a lehetőségét teremti meg a sportolásnak, méltó körülmények között úszodákban, kézilabdacsarnokokban, tónatermekben sportolhassanak a gyermekek, és ezen keresztül nyilván az élsport számára a merítési lehetőség is sokkal bővebb körül. Amiket említett, azok sikersportok, de hát mindemellett ugye például a stadion beruházásokat, meg általában az olyan jellegű sportberuházásokat, amelyek mostanában a kormányzati stratégiában szerepelnek, azt nagyon kemény kritikával illeti az ellenzék. Hát nézze, amikor kormányoztak 8 évig, akkor arról beszéltek, hogy szükség van 4-5 UEFA licences stadionra, szükség van az olimpiai központok felújítására, szükség van stadion rekonstrukciós programra, szükség van tornatermekre, tanúszodákra, hát mi ezt meg megvalósítjuk. Tehát azt hiszem, hogy nem szabad változtatni a nézeteket és a pozíciót ilyen gyorsan. Ha kormányon vannak, akkor ezt mondják, ha ellenzékben, akkor ezt mondják, más mondanak. Tehát én azt hiszem, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy a sport az egy érték, az egy nemzeti ügy, stratégiai ágazat. Sporton keresztül a gyermekeinket egészséges szellemiségben és az egészséges fizikumban tudjuk felvértezni, és ezen keresztül közösségembereket tudunk formálni. Szerintem a sport egy egyetemes nyelv, ezt mindenki a világon így érti, tudja, ismeri, tehát nem szabad ebből pártpolitikát csinálni. Végig kell vinni ezt a folyamatot, igenis magyarok, mi tehetségesek vagyunk a sportban nagyhatalomnak számítunk, és hogyha a lehetőségeket bővítjük, és a gyermekeink szívébe, lelkébe oda tesszük a sport szeretetét, akkor egy sportoló nemzetet tudunk fölépíteni, amely tisztességesen él, tisztességes játékot játszik egymással szemben is, és egészséges szellemiségű és fizikumú nemzedékek nőhetnek föl. Na most ez tényleg nagyon fontos, apropó, hogy áll a mindennapi testnevelés az iskolákban, mennyire elfogadott, mennyire szeretik a gyerekek, meg van-e hozzá megfelelő infrastruktúra, nyilvánvalóan anélkül nagyon nehezen megy, tehát padok között nem lehet tornázni. Igen, hát ugye most ott tartunk, hogy első, második, ötödik, hatodik és kilencedik, tizedik évfolyamokban bevezettük a mindennapos testnevelést, ugye felmenő rendszerben valamennyi évfolyamban szeretnénk ezt elérni. Ezzel első lépésben most mintegy 606 ezer gyermeket értünk el. Legalább ők elmondhatják, hogy most már a testnevelés órák alkalmával sportolnak, és minden nap sportolnak, tehát valamilyen fajta rendszeresség van a fizikai testmozgásukban, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hiszen a gyermekeink jelentős része 2010 táján elhízott túlsúlyos állapotban volt, és kizárólag a heti 2-3 testnevelés órák alkalmával mozgott, ültek a számítógép előtt a gyermekek. Fontos, hogy egyensúlyba hozzuk őket, a sporton keresztül a harmóniát is meg tudjuk nekik adni, tehát természetesen vannak szellemi tantárgyak, természetesen nem lehet kizárni a mai világban az internetet, használják a gyermekek a számítógépet, de egyébként emellett sportoljanak, mozogjanak, és így lehetnek egészségesek. Államtitkár úr, ez nagyon fontos, ön is egy sportember. Azt is megtudtak, megvannak hozzá azok a pedagógusok, tornatanárok, akik ebben a szellemben valóban úgy tudják megtartani ezeket a tornaórákat, hogy a tornaóra 80%-a, mint ahogy emlékszem én például középiskolás koromból, sorakozásból áll? És arra várunk, hogy mi is hozzájussunk a szerhez, ahelyett, hogy közénk dobtak volna egy labdát. Igen, hát ez testnevelőtanár függő is egyébként. Én testnevelés tagozatra jártam gimnáziumban, és én nagyon szerettem a testnevelés órákat, de általános iskolában is szerettem, és valóban sportoltam 8 éves korom óta egyébként. De nem ez az érdekes, ez tanár függő is valóban így van. Milyen kisugárzása van, milyen módon tud bánni a gyermekekkel. Nekem szerencsém volt, mert jó testnevelőtanáraim voltak. Kiváló a testnevelés egyetemen való képzés. Ezt szeretnénk egyébként tovább erősíteni, hogy világhírűvé váljon, tehát nagyon jó szellemi tudás van tőkem, a jó alapok vannak, ezen az úton is elindultunk, de az biztos, hogy a testnevelőtanároknak lehetőséget kell adni arra, hogy a gyermekeinket mozgassák, sportoltassák. Ráadásul egyébként a testnevelőtanárok, aki nagyon ügyesen végzi a szakmáját, a hivatását, az meglátja a gyermekekben az igazi tehetséget, mert a játékos foglalkozások során, a fizikai teljesítmények során a gyermekeink igazi jelleme jobban megmutatkozik, mint mondjuk egy matematika órán. Az is nagyon-nagyon fontos.
fontos, de azt láttuk, hogy az egyensúlyi állapot és a mérleg serpenyőjébe oda kell tenni a testmozgást és a testedzést is. Szerintem ez a legfontosabb egyébként, mert ezen keresztül tudjuk a sport igényét, szeretetét, szükségességét felnőtt korukra is megszeretetni és kialakítani bennük. Államtitkár úr, véget ért minden idők legdrágább olimpiája Szocsiban, és a magyar téli olimpiai válogatott soha ilyen jó szereplést még nem produkált. Ugye Magyarországon nagyon sokan vannak, akik tudnak, szeretnek síelni, ahhoz, hogy ezt ugye művelhessék, és ahhoz nagyon messzire el kell menniük, mert itt van azért sajnos nem olyan állapotok vannak, mint Szocsiban, mert ott is gyönyörű zöld volt a fű a sípályák mellett. Na most ugyanakkor viszont, mintha a téli sportágaknak a támogatása annak ellenére, hogy most már eredményeket is hoznak, nem lenne annyira magas, mint bármilyen más sportágnak. Ez a lehetőség is azért, itt van közel a Kárpátok, itt van az Alpok, az Erdélyi hegység, tehát síterepek vannak viszonylag közel. Én azt mondanám, hogy azért nézzük meg a tetteket, mi egy sportbarát kormány vagyunk. Szerintem soha ilyen kiszámíthatóság, tervezhetőség, fejlődési lehetőség nem adódott a sport, a magyar sport vonatkozásában, mint most, ezen évek alatt. Ugye az öt látványcsapat sportágat jelentős mértékben erősítettük, a társasági nyereségadó kedvezmény adta lehetőséggel, élnek is ezen sportágak. Ezen kívül 16 mennyi? Kiemelt sportágat ezen támogatunk. Kívül mennyi az állami támogatás? Tehát ez mennyi részét adja a sportágak támogatásának? Ez, amit jóvá hagynak a szövetségek, tehát a sportági szakszövetségek véleményére adunk, teljes mértékben elfogadjuk azt, egyesülti kérések oda beérkeznek, sportiskolai kérdések, kérések, és ezeket mi elfogadjuk. Ez nagyjából 50 milliárd forintot tesz ki ebben az időszakban. Hát ez döntően mondjuk 65-70%-ban utánpótlás bázisra megy, tehát utánpótlás bázis növelésére. Ennek köszönhetően csak az öt látványcsapat sportágban 100 000-rel több gyermek sportol. Azért ez egy 230 ezerről 330 ezerre tudtuk növelni a sportoló, igazolt sportoló gyermekek létszámát. Ez nagyon nagy dolog. 16 kiemelt sportágat támogatunk, téli sportágakat is. Korcsia Szövetség soha nem látott mértékű támogatásban részesül, 2,5 milliárd forintot kap 2020-ig ez a sportág. A sí szövetséget is bevettük a támogatotti körbe, de nem a 16-ban, hanem azon kívül esettek esetében is támogatunk. Tehát azok, akik triatlon sportág is támogatásban részesül például, egy 300 millió forintos támogatási keretet hoztunk létre, és ennek köszönhetően igyekszünk felzárkóztatni a többi sportágat is, tehát kiszámíthatóság, tervezhetőség, stabilitás és fejlődés. Tehát 50 milliárd versus 300 millió? Nem. Nem. 135 milliárd forintos támogatásba részesült 16 kiemelt sportágak, és azon kívül évente 300 millió forintos felzárkóztatási keretet hoztunk létre egyéb sportágakra. Most 50 millió forintot kap a sí szövetség ebben az évben, szerintem ebből komolyan lehet azért építkezni, fejlődni, és örülünk annak, hogy ilyen szépen szerepeltek tényleg a téli olimpián a sportolóink, nagyon jó csapatunk volt, úgyhogy gratulálok ezúton is Miklós Editnek is, meg a gyorskocsia női váltunknak is, akik pontszerző helyen végeztek. Államtitkár úr, ennyi volt az időnk. Most már tudjuk a pénzt is, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.